2014-ben is várjuk Önöket, kérdezze polgármesteré című műsorunkkal. Szeretettel köszöntjük Önöket. Ebben az évben január 21-én van az élő adásunk. Várjuk kérdéseiket a 218-21-21-es jól ismert telefonszámon. A kérdésekre dr. Bácskai János polgármester úr fog válaszolni, azokra a kérdésekre, amik élőben érkeznek, és azokra is, amik az elmúlt egy hónapban üzenetrögzítőnkre érkeztek. Szeretettel köszöntöm, polgármester úr! Jó estét kívánok kedves nézőknek is, és egyben, ha még ilyenkor illik, boldog új évet! A decemberi adásban összefoglaltuk Ferencváros 2013-as évét, sőt egy kicsit már akkor is előre tekintettünk. Most így a 2014-es év első adásában arra kérem, hogy foglaljuk össze, hogy milyen évre számíthatunk Ferencvárosban. Persze sok minden majd évközben alakul, meg változik, de így előre láthatólag mit lehet tudni erről az évről? Reményünk szerint dolgos, szorgalmas, jókedvű, szórakoztató évre számíthatunk. Itt szokásosan a három csapás irányra, három pillére gondolok, városépítésre, a kultúrára és hát a Fradira. Kezdjük mindjárt a Fradival, tehát reményeink szerint, és teljesen pontosan halad az építkezés, nyáron kész lesz a stadion, és remélhetőleg őszig, tehát valamikor augusztus nevezetes napján, talán ha igazak a hírek, akkor az átadásra is sor kerül. Magyarország talán Közép-Európa legmodernebb stadionját fogjuk avatni. Ami itt van, Ferencvárosban. Ami természetesen Ferencvárosban van, és várunk sokakat nem csak a nyitásra, hanem a utána következő meccsekre is. Reméljük, hogy jó meccseket is láthatunk majd ebben a szuperstadionban. Igen, és remélhetőleg az idén most már 115. éves FTC méltó lesz régi hírnevéhez, és hát az alapító atyák kívánságához, hiszen 1899 májusában csak ennyit mondtak, hogy nagy lesz a Fradi, úgyhogy mi sem tudunk ennél, többet nem is akarunk megelégedni. Így van, megelégedni. 2014-ben majd. Városrehabilitáció lendületben talán soha ilyen sok házat, hiszen 9 háznak a felújítása van folyamatban. Ez 5 a József Attila terv első részének köszönhetően. Hogy állnak egyébként ezeknek az épületeknek a felújításai, vagy melyek azok az épületek, amiknek már elkezdődött a felújítás? Teljesen normálisan a terveknek megfelelően a legkülönbözőbb fázisban vannak, hiszen a József Attila szülőház, a Gát utca 3-5 kezdődött el legelőször. Annak a felújítása már megkezdődött, aki arra jár, láthatja, a körbe van kerítve, és halad az építkezés, a felújítás. A Gát utca 20 kiürítése az befejeződött, a Balázs Béla, a Lehosék 7-9 is tulajdonképpen már kiürült. A előbbinél a közbeszerzés már befejeződött, ott is nem sokára felvonul a kivitelező cég, és a Lehosék 7-9-nek a pályázata is folyamatban van, tehát minden a tervek szerint, határidő szerint halad. Mi a dátum egyébként, tehát hogy meddig le kell megújulni ezeknek az épületeknek? 2016 tavasza, nyilván ez az utolsó dátum, de a Gát utca 3-5-öt már jövő év elején szeretnénk átadni. A József Attila szülőházat pedig, ha minden jól megy, még ebben az évben át fogjuk tudni adni a nagy közönségnek, hiszen mi azt szeretnénk, hogyha ha Magyarországon a József Attila kultusz középpontja lenne, vagy kiinduló pontja lenne, ahova terveink és reményeink szerint hasonlóan más nagy és jelentős intézményünkhöz, mint a Nemzeti Színház vagy a Magyar Opera ház, hogyha minden iskolás legalább egyszer eljutna. Mert hogy megújul majd az emléke, igen, is egy ilyen modern múzeum kerület kialakításra. Tehát ez az 5 ház, ami a József Attila tervnek a része. Igen, az a 4 ház, amit pedig már a tavalyi költségvetésben is jeleztünk. A Balázs Béla 28-32 AB, a Tali Kálmán, illetve a Balázs Béla utca 11. Ezek az, amelyek és a Villa utca 37C, a Villa utca 37C az, amelyiknek a kiürítése már befejeződött, a Balázs Béla 32 AB-nek a kiürítése az már szinte kész van, és elkezdtük a Balázs Béla 11-nek a kiürítését, ami Tali Kálmán 19 néven is fut. Ennek a háznak a
kiürítése is megkezdődött, talán a felénél tartunk. Bizonyára a négyből lesz egy biztosan, de lehet, hogy kettőt el is kezdünk, annak a felújítását még ebben az évben. Tehát 9 ház folyamatos munkával látja el az ott dolgozókat, és hát a mi kollégáinkat is, hiszen ezeknek a hatósági engedélyezése, illetve a építésnyomon kíséréshez mind-mind napi feladat. Egyéb változás rehabilitáció területén? A József Attila terv 2-nek a tervei azok folyamatosan készülnek, hiszen mi arra készülünk, hogy a új kormány független attól, hogy milyen színezetű is lesz, támogatni fogja a szociális városrehabilitációt. Erre azért is nagy esély van, mert erre a uniós keretből is lesznek lehetőségek, tehát érdemes lesz kihasználni ezt a fajta projektet, és holnap megyek éppen a fővárosba egy egyeztetésre, és ott is a fő feladatok között megjelenítették a szociális városrehabilitációt, hiszen erre nagyon büszkék lehetünk, Ferencváros mindenkori vezetésére is egyben, hogy jó mintaként, példaként szolgálunk, hiszen jól látható, hogy a 8. kerület már a nyomunkban van, ott is nagy ívű felújítások és beruházások kezdődtek meg a mostani vezetés jóvoltából, és több más belső kerületes és külső kerületekben is más típusú célokkal és stratégiával, de a szociális városrehabilitációt az programként, követendő programként tűzte ki. Így Csepelt tudom nagyon jó példaként mondani, ahol a nagyszámú lakótelepi lakásoknál alkalmazzák ezt a pályázati módszert és ezt a kivitelezési stratégiát. És hát ezen a területen ugye Ferencváros régóta élen járó, a kultúra volt még a harmadik terület, amit megemlített. Igen, hát ebben is előjárunk, hogy így mondjam. Nagyon sok minden első Ferencváros a kultúra területén, főleg azután, hogy a Nemzeti Színház, a MIPA ide épült-e után további, mint egy kulturális mágnes vonzotta és vonza Ferencvárosa a kulturális rendezvények helyszíneit, intézményeit. Ilyen ugye a Bálna, ahol remélhetőleg az idén még több programmal telik meg az ottani lehetőségek, hiszen kiállító termek, koncerttermek is nek a építése is befejeződött, és a Budapest Music Center, amelyik teljes, hát most kicsit viccelődni fogok egy névvel, teljes gőzzel működik, hiszen Gőz László a vezető és igazgatója ennek az intézménynek, ott ha programját megnézzük, nem nagyon van üres járat, és nagyon széles a paletta a BMC esetében, hiszen a legkomolyabb jazzkoncertektől a modern zenén át, egészen odáig, hogy zene, olyasfajta zenekoncertek gyerekeknek, amik megtanítják a zene szeretetét, és ebben nagyon sok ferencvárosi gyermek is részt vett, hiszen egy 8 koncertből álló sorozatban minden egyes előadáson 100 ferencvárosi gyerek kapott külön ingyenes belépési lehetőséget, amit mi ki is használtunk az iskoláink. Nagyon jó reklámja ez a zenének, a zeneszeretetnek, és annál is inkább tudok ennek örülni, mert én is hasonlóképpen zeneiskolába járván tudták megszeretni velünk, velem is a zenét. Ilyen előadásokkal akkor még Lukin tanár úr, Lukin professzor úr tartotta az akadémián ezeket, most a BMC itt Ferencvárosban hasonló produkciókkal áll elő. És hát ne feledkezzünk meg a Ferencvárosi Művelődési Központról, az itteni programokról, illetve hát a központ által szervezett úgynevezett nagy rendezvényekről. Annál is inkább, se csak nagy levegőt szerettem volna venni, mert az előzőeket szinte egy levegővel, egy szuszra mondtam. Valóban, ami ténylegesen a miénk, és amire, akikre a legbüszkébbek vagyunk, ez a Ferencvárosi Művelődési Központ, mint önálló kulturális intézmény. 7 alintézménnyel, a helytörténeti gyűjteménytől kezdve a Pince galériáig, maga a művelődési ház, ahol most is vagyunk. Ennek az épülete sorolni sem lehet, tehát most reggelig itt ülhetnénk, hogyha a már ismert programokat elkezdenénk sorolni.
csak azt tudom ajánlani a kedves nézőinknek, hogy kísérjék figyelemmel a műsort. A honlapon mindig mindent meg lehet találni, a 9.tv-n is természetesen, és az újságban is, hát nyilván ott a hely szűke az, amelyik korlátot szab annak, hogy minden egyes műsort föltegyünk, de jelentősebbeket megjelentetjük a Ferencváros újságban is. Egyébként idén ünnepli, ha jól emlékszem, a 25. évfordulóját majd az FMK. Lehet, bár ezzel most zavarba hoz, mert 25. nem tudom milyen évét, hiszen ez még annó... Igen, úttörőház volt, tehát maga az épület fennállásának. Az épület az már régebbi, maga az FMK, mint intézmény, az valóban 25. éves lesz. Remélhetőleg lesz külön is egy ilyen nevezetes koncert, ahova szívesen látjuk a nézőket. Hasonlóan a nagy sikerű, erről külön műsor lesz, ha jól tudom, itt a tévében az idén kezdeményezett újévi koncerthez, ahol annyi érdeklődő volt, annyi lelkes látogató volt, hogy külön termet kellett nyitni ahhoz, hogy legalább kivetítőn a pluszban érkezők is láthassák, közel 500 ember láthatta ezt. És ezt már láthatták a 9.tv-ben, mert hogy már adásba került ez az összeállításunk. Akkor most az ismétlőknek mondtam el. Mindezekről, tehát ezekről a témákról természetesen évközben még nagyon sokat fogunk beszélgetni, most pedig térjünk át a nézői kérdésekre. A 2-18-21-21-es telefonszámon az élőadás alatt és után is várjuk a kérdéseket. Nézzük, hogy eddig milyen kérdések érkeztek üzenetrögzítőnkre. Nem tudjuk, hogy ki az, akit a Ferenc körút 17-ban mellettük jövő házban újból megadta a működési engedélyt, ami éjjel fél egy körül, de valamikor korábban elkezd egy őrületes dobszóval ez a diszkó megindult, és másnap délig tart. Ez általában pénteken és szombaton van. Úgy tudjuk, hogy csendrendelet van. Itt a családok, a lakók ebbe bele betestenek. Én ebbe kérném a segítségét, hogy azonnali hatállyal ezt a működési engedélyt visszavonni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam. Tehát Ferenc körút 17. Igen, ez régi műsor, hiszen ott egy szálloda is működik, és azzal összefüggésben létezik ez a szórakozóhely. A hatósági iroda megkezdte a kivizsgálást, és körülbelül egy hetet kért, hogy pontosan tájékoztasson engem arról, hogy mi történik itt, és azt tudom ígérni, hogy hathatós intézkedést fognak tenni. Nyilván a hatósági irodára nekem különösebb ráhatásom nem lehet jellegénél fogva, de a kérésemet én is átadtam. Márton utcából érkezett a következő kérdés. Szőlősi Jánosné vagyok, a Márton utca 18-ból. Azt szeretném tudni, hogy régen, ami volt nálunk közért, egy sarokház vagyunk, volt közért zöldséges, és bezárt. Megígérte a polgármester úr, hogy a Hangya Szövetkezet kinyitja, de eszébe sincs. Be van zárva, mi idős beteg emberek vagyunk, és a Ferenc tér is, meg a Üllőút is messze van nekünk, és ez nagyon jó volt, ez az üzlet, és szeretnénk tudni, hogy mikor nyit ki újra, vagy ha nem nyit ki, miért nem nyit ki, de nyisson ki. Köszönöm. Ez volt ugye a Ferencvárosi Szociális Boltok egyike, ami nem csak közel volt az ott lakónak, hanem ugye olcsó is volt. Igen, ezt mi sajnáltuk, hogy a ottani működtetőnek nem sikerült tovább egyéb okoknál fogva. Tárgyalásban vagyunk többekkel. Most, hogy a József Attila lakótelepen a termelői piacot is sikerült megnyitni, ott is már érdeklődés támadt az egyik termelőtől, hogy lehet, hogy ő is szívesen működtetné. Tehát én bízom abban, hogy a következő két hónap elegendő lesz ahhoz, hogy legkésőbb áprilisban megnyíljon itt újra egy olyan bolt, amelyre jól látható, illetve hallható, hogy ténylegesen van igény, hiszen a magyar árura, vidék magyar termékeire ilyen nagy az igény.